Üdvözöllek a mai beszélgetés alkalmával. Ma nagyon egyszerű dolgot fogunk végigvinni, megnézzük a magyar ácsos X-monád beállító állományát, azaz az X-monád helyest. Azt tudni kell, hogy nagyon sok mindenre csak érintőlegesen, vagy egyáltalán nem fogok kitérni. Akit a bárok beállítása érdeke, annak ez a videó teljesen haszontalan lesz, hiszen én sem a polibárt, sem a X-monádnak a saját bárját, amit itt kell beállítani, hogy működjön, etc. Az bizony nem fogom érinteni, át fogjuk azokat a beállításokat ugorni, amihez nem értek, arról igazából nem szívesen beszélnék, na hát induljunk is neki. Akkor nézzük is meg az X-monádnak a beállító állományát, azaz a magyar ácsait, azért hangsúlyozom ki, ma a későbbiekben az enyémet is megmutatom, és így tippeket, gondolatokat tudtok összeszedni azonnal téren, hogyan lehet, hogyan érdemes, illetve hát hogyan kellene valamit összerakosgatni saját kutfőből, azaz ami neked kell, és ami neked szükséges, az beimportálni, beállogatni. Nem azt mondom, hogy egyszerű, tehát attól nem kell tartani, hogy nagyon unalmassá válik egy kezdőnek az X-monád beállítása, de hogyha lemented, odafigyelsz, és óvatosan egyesével rakosgatod be a dolgokat, egyesével állogatsz be bármit, és utána újra fordítod a rendszert, akkor természetesen nem lesz különösebb problémát, hiszen lesz egy mentett állományod, azaz ahhoz bármikor vissza tudsz térni. Kettő, úgyis szól az X-monád, hogyha valamit elütöttél, rosszul csináltál, hiányzik neki, túl sok neki, vagy éppen egy vesző, space, akármi rossz helyen van, és nem tudja értelmezni ezt a szintaktikát. Arra figyelni kell, hogy ő nem azt fogja neked elmondani, hogy valami rossz, és te hülyeséget csináltál, és ennek így nincs értelme, csak egyetlen egy dolgot, de azt nagyon jól meg tud oldani, hogyha valami szintaktikai hiba van a programba, a programkódba, azaz a beállító fájba, ő arra felhívja a figyelmet, azaz a hibáid nagy részét, természetesen ő ki fogja tudni neked szűrni. Na hát nézzük is meg a magyar ács beállító fájt. Ctrl F2, és természetesen az X-monádra fogunk menni, és Enter. Felmegyünk a legtetejére, és megállapítjuk azt, hogy mi van felül. Egy normálisan összeszedett és bekategorizált import tömegekkel rendelkező blokk. Azaz itt, ami nekünk nagyon fontos, hogy próbáljuk meg azt követni, hogy az összes beimportált akármit, amit mi használunk, azt normálisan, átláthatóan és rendezetten próbáljuk beimportálni, teljesen mindegy a sorrend, gyakorlatilag teljesen mindegy, hiszen amit te beállítasz, illetve ide beírsz, azt ő be fogja neked tudni importálni, ha van olyan modul, tehát ez nem jelent gondot, de hogyha valamit keresgélned kell, valamit meg kell kutatni, hogy valami nem működik, vagy elírtál, vagy egyéb, vagy egyáltalán benne van-e egyáltalán ebbe a konfigurációs fájlba, akkor azért ezek között keresgélni elég durva dolog, azaz jobb, hogyha vagy névsorba összeszeded, vagy szépen kategóriánként beírogatod, összerendezve írogatod be. Ehhez hozzá kell nyúlni majdnem minden alkalommal, amikor valami új funkciót szeretnél végrehajtani, illetve beletenni a te X-monádodba, hiszen a leírások is olyanok, most mutatok egy nagyon egyszerű leírást. Nézzük meg az X-monád layout according. Ez szerintem a legfölöslegesebb, legbénább asztali elrendezés. Gyakorlatilag azt csinálja, hogy van egy főablak, és a mellékablakokat, azaz nem fókuszált ablakokat, ilyen vékony csikocskába ide fölrakosgatja, vagy alulra fölrakosgatja, mint egy harmonika, és úgy tudsz léptetni. Oké, ez odáig jó, amíg mondjuk 3 ablakod van, de ha 10 ablakod van nyitva, akkor már a bezárt, összecsukott ablakok idáig lelógnak, és az aktív területed a fele. De hát azért választottam ezt, ezt is kipróbáltam, mert ez bizony nagyon egyszerűen leírt, azaz van 2-3 funkciója,
amit te használsz, illetve be tudsz állítani, és utána nincs vele gond, hogy kilométer hosszú leírások vannak. Minden layouthoz, illetve inkább úgy mondom, minden eszközhöz, minden modulhoz van egy leírt import sor. Elmondja neked, hogy az X-monát HS-be kell beletenni, logikus, hiszen az a beállító fájl, az import sort ne kezd el írogatni, mert abba belekeveredhetsz, elütheted, ha nem nagy betű, ha nincs pont, érted? Tehát itt problémák lehetnek, fogod és kimásolod, és beilleszed. Ez a legegyszerűbb dolog. Tehát mindegyik így kezdődik, hogy valahova az import, természetesen az import sorok közé, be kell illeszteni ezt, azaz ezzel fogsz kezdeni. Ezért is érdemes rendbe tartani, mert látható elég sok modult beimportáltak, pedig nem egy nagyon-nagyon nagy és összetett beállítófáj, sok mindent tartalmaz, azért nem az összes lehetőséget, és már is ennyi import sorod van. Arra mindig figyelj, pontosan kell követni, ha ő azt mondja, hogy a No Borders-hez, az adott funkció eléréséhez egy leírás, azt mondja, hogy így kell, ezeket is ide szépen oda kell írogatni, akkor természetesen légy szíves megcsinálni pontosan, és ezeket is légy szíves pontosan odafigyelve beírogatni, mert hivatkozásnál valamilyen beállításból vagy blogból akárhonnan követed a leírásokat, akkor ő így fog rá mindenre hivatkozni, és ezt pontosan be kell ide írogatni. Azaz, nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű a dolog, bemásolod, amit kell, és ezzel problémád nem lesz, túl is van ragozva. A következő blokk, amit ők összekészítettek, végigmegyünk a fájlon, és igazából arra szeretnék rábundatni, hogy mit, hol és hogyan kell állogatni, hogyha valamit változtatni akarsz. Természetesen megmondja neki, hogy a mi terminál a mi, tehát a my, my, és utána valami szöveg, az ilyen saját definiált cuccokat, saját definiált változókat szokott jelenteni, azaz arra figyelj, hogy van egy alapbeállítás, és azokat változtatjuk meg a saját, a mi, my saját beállításainkkal, hogy ő tudja azt, hogy jó, van egy alapbeállítás, és utána ezt mi még így faragtuk, így pontosítottuk. Nagyjából ez az. Tehát megadtuk neki a terminálnak a dolgait, azaz az alakterítét azt állítod be, amelyik neked szimpatikus. Természetesen ennek egyetlen egy feltétele van, hogy ezt így be tud állítani, és működjön is. Mi az, hogy az alakteríti fel legyen telepítve. A magyarásnál nem lesz ezzel problémát, amikre ők hivatkoznak, bárhol az fel fog kerülni, tehát ez nem problémás, de ha átállítod akármilyen terminál emulátorra, vagy egyéb beállításokat teszel meg, annak a programnak fent kell lenni, amire te hivatkozol. Logikus, de el kellett mondanom. A következő beállítás az egér és az egér fókuszra való gondolat. Ezt saját magadra kell szabni. Úgy is láttátok, és mondtam, hogyha több terminál ablakot nyitsz meg, vagy több program ablakot nyitsz meg egymás mellett, akkor az egeret követi a fókusz. Azaz megfogod, és ha odébb teszed az egeret, egérmutatót, akkor a mellette lévő, vagy harmadik, negyedik, ami fölé kerül, az egérmutató, ő lesz fókuszba. Itt meg tudod adni természetesen, hogy ad egy ne kövesse, illetve akkor legyen egy ablak fókuszálva, ha rá is kattintasz, logikus beállítás, hogy te melyiket szereted, egyéni dolgait. A border, azaz a keretnek a szélességét adja meg pixelbe. Erre nagyon figyelj, hogyha nagyobb a felbontású a monitorod, akkor vékonyabb a 3 pixel, hogyha egy VGA felbontást használsz, akkor elég széles a 3 pixel, azaz érdemes ezt testre szabni, nyilvánvalóan ez az, ami a legesleg végén van az egésznek, hiszen hogy 3, 5, 2 vagy másfél, na ilyet nem tudsz beállítani természetesen, a keret szélessége nem a legfontosabb. Először például ezekre kell koncentrálni, hogy az egérkezelés, a gyors villentyűzet, SXHKD egyéb jól működjön. Oké, mehetünk is tovább. Na hát itt van az, ami számunkra már ismerős, mert az elején is beszéltünk róla, és nagyon fontos, a mi, a saját módmaszkunk, a mód 4 maszk, azaz ő elmondja,
valahol, hogy bizony ez a Windows key, igaz? Ez a Windows key, azaz a Windows billentyű lesz a módosító. Ha mi úgy hivatkozunk valamire, hogy mód M, akkor a mód 4 mask, azaz a Windows key-t fogja ő gondolni rá, hiszen megmondtuk neki explicit, hogy légy szíves te ezt használni. Természetesen a meglévő módosító gombok közül bármelyiket használhatod mód M-ként, ha itt megadod. Ez a konvenció, ez a megszokás, hogy a mód 4 maskot használjuk ehhez. Itt természetesen a keretek színét fogod tudni megadni, ami nagyon jó dolog, mert testre tudod szabni ezen szempontból a kereteket. Fél másodperc alatt a kedvenc színeidre átállíthatod, ha például a magyarásnak ő keret szín, ezt a zöldet te éppen nem szereted. Természetesen olyanra állítod, amilyenre neked éppen tetszik. Teljesen mindegy, harmadrangú. Ezt szokták állogatni meg a vonalnak a vastagságát, és akkor nagyon büszkék az emberek, hogy testre szabták, nem. A testre szabás egészen más jelent. Azt jelenti, hogy a működését alkalmassá, neked alkalmassá teszed. A következő a mi lejut felirat. Azaz az én, a mi, a saját beállításom a layoutokhoz, amivel én azt szabályozom, hogy hogyan nézzenek ki az ablakjaim, tehát egy-egy layout, egy-egy ablak elrendezés, melyik legyen egy, melyiket ismeri a rendszer, kettő, az hogyan nézzen ki. Tehát ez a legfontosabb blokk, és valóban, hogyha megnézitek az előző leírást, ami igazából teljesen fölösleges, ez de kipróbálhatjátok, én kipróbáltam, és 2 másodperc alatt kivágtam ezt a modult, azaz ő elmondja, hogy a mi layouthoz légy szíves beírni az accordingot, tehát a harmonikás berendezést, azaz elmagyarázza, hogy a mi layouthoz meg kell adni azt, amit kell, tehát a leírásban benne van. Nyilvánvalóan, hogyha neked ide más nevű eszköz van írva, mert neve bármi lehet, hogyha arra hivatkozol, majd megmutatom, hol kell hivatkozni erre, bármi lehet, akkor oda be kell írni abba a sorrendbe, illetve abba a kinézetbe, ami számodra megfelelő és elő van írva. Azért mondom, hogy számodra megfelelő, mert a képe, a kinézeti kép nekem más ennél a blokknál, mert nekem más, amit én szépen át tudok látni. A következő mindig nagyon oda kell figyelni. Megadtad a mi layoutot, tehát ezt meg kell adni. Ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon nagy valószínűségben ez a blokk mindegyikbe bent van. A réseket itt tudod, a bordereket itt tudod, a külső szegélyeket itt tudod megadni. Azaz, hogyha nagyobb-kisebb szegély kell, nagyobb-kisebb rés kell, az ablakok között, ez a kettő nem ugyanaz, tehát itt oda kell figyelni, a spacing, illetve a gaps, az nem ugyanaz, na lényeg az, hogy itt tudod beállogatni, kis próbálkozás utána olvasás esetén, bizony ezek már jól átláthatóak lesznek, olyanra állítsd, ami neked tetszik, ha nem kell gapsek, tehát nem kellenek rések az ablakok között, vagy a keret környékén ne legyen rés, akkor természetesen keret, mármint a monitor kávájánál ne legyen rés, akkor úgy állogatod be, oda kell figyelni, magadnak állítod be, kísérletez. Majd utána szép sorban megadják azt az előírást, hogy bizony ő ismeri őt, meg jó pár egyéb ablakbeállítás, layout beállítás, megnevezett layout beállítást ismer, azaz meg kell adni azokat az ablak beállításokat, amiket te bekonfiguráltál, vagy éppen használni szeretnél. Nagyon figyelj oda! Először megtalálod azt, hogy neked mi kell, megkeresed a modult, beimportálod a modult, és utána kezdesz el bármit írogatni, mert hiába van itt például a tabet, tehát ez a kis fülecskés megoldásnak a sora, hát ezt sejtheti, hogy nagyjából mindenki ki tudja olvasni, hogy ez a fülecskés megoldás és a saját konfigurációját szeretné használni, nem egy bonyolult dolog,
Azaz hiába írod be, hogy tabed, shrink, test, meetup, config, ha nem importálod be a fülecskés megoldáshoz tartozó modult. Azaz kövessük mindig a leírást. Nézzétek meg még a legegyszerűbb modul beimportálását is, avval kezdve, hogy be kell importálni. Igaz? Tehát maradjunk annyiba, hogy ez olyan egyértelmű, hogy követjük a leírás, lineális leírásnak a sorrendiségét. Én elkövettem azt a hibát, mert nem tudtam, mert ez moduláris, és általában a többi pedig egy olyan, hogy hát ha te felteszed azt a rendszert, akkor az összes akármit tudod használni hozzá. Egyértelmű például a E3-asnál ilyen moduláris megoldások nincsenek, én is abból gondoltam, hogy hát ha valamit tud a rendszer, akkor elég, ha beírom, hogy mi tab, aztán tabal és fülecskés lesznek, és aztán nekem nagyon jó lesz. Hát nem. Nem így működik, hanem be kell importálni előtte. Majd utána meg tudsz adni szintén változókkal különböző beállításokat. Ez, hogy ide milyen változókat kell beírni, illetve milyen változói vannak, milyen beállítási lehetőségei vannak egy-egy eszköznek, természetesen a leírásban bent van. Nyilván itt a WoPane nevűnél a delta rációt meghívod, a delta itt meg van adva, a ráció itt meg van adva. Értitek? Tehát a két panelosnál beimportálja a saját agyába azt a gondolatot, mivel hogy mi már tudjuk azt, hogy a modul be van importálva, itt meg van adva, hogy van olyan, hogy WoPanel panel elrendezésünk, akkor a rációját meg lehet adni, hogy egy a kettő, azaz felezze le a kettő panelos megoldásnál a képernyőnket, ha ez neked nem teszik, átállíthatod akármire, 226x1313-ra is. Tehát ilyen akármi értéket megadhatsz, tehát nyilvánvalóan valahogy ilyen törtes megoldás kényelmesebb, azaz be kell állítani. A következő, egy nagyon jó példa, fülecskés megoldásnál, ott van, hogy a meetup configunk, az én tabulátor, én fülecskés beállításos konfigurációmra hivatkozok. Ha hivatkozol valamire, akkor minimum figyelj arra, hogy bizisten azt meg kell csinálni. Tehát, hogyha te nem az alapbeállítást szeretnéd használni a tabulátor fülecskéknek, meg egyebeknek a beállításánál, akkor megadod a rendszernek, hogy igen, bizony, ez van. Leírásban is bent van egyébként, nagyon jól követhető. Leírást készítettek ehhez, azaz, ha hivatkozol egy beállítás típusra, beállítás fájra, akkor légy szíves már azt megcsinálni, még hogy akármilyen ocsmány színekkel töltött ki, az totál mindegy, vagy értékekkel, logikus, elfogadható értékekkel ki kell tölteni, mert különben sipolni fog a rendszer, hogy bocs, én, hát itt van, hogy mit a basszán, hát ezt hol keressem, és akkor kér neked kilométer hosszú hiszti listát, és utána kapirgálhatod, hogy a hosszú kiírás közül melyik az, ami logikusan megtalálható. Nem ilyen bonyolult egyébként a beállítás, mert értelemszerűen jól összeszedett hibajelzéseket ad, de nem mindig neked értelemszerűen jól összeszedett, hanem saját programozói logikával összeszedett. Azaz, van egy konfigurációs fájlunk, és az adja meg, vagy konfigurációs fájl részletünk, egy blokkocskánk, az adja meg, hogy bizony, hogyan nézzen ki az az akármi, amit ebben definiáltunk. Ez az akármi, amit ebben definiálunk, az természetesen a leírásban le van írva, hogy az Active Text Color dolgot ott tudod definiálni, azaz megadod azokat a lehetőségeket, amit az adott eszköz ismer. Nyilvánvalóan ide hiába érsz be olyan változót, amit ő nem ismer. Erre nagyon figyelj, tehát a máshol összeszedett változó nevek itt nem fognak működni, mármint úgy értem, amit I3 alatt megszoktunk, azt a kis táblázatos beállítás, és nem fog működni. Itt így kell megadni, megadása pedig, hát hogy ő is mondjam, rabszolga munka, azaz az összes értéket kitöltöd a saját ízlésednek. Ez is egy olyan dolog, hogy meg lehet csinálni, de nem ez az elsődleges, hanem mindig használjuk általában azt, amit a rendszer ad, vagy a disztribútor ad, és a beállítások, főbeállítások után készítsük el a szépészeti dolgot. Miért? Mert
lehet, hogy beállogatod az összes szint, összes kinézetet, totál jól néz ki, és utána rájössz, hogy mégse ezt akarod használni. Akkor elment egy időd, egy csomó időd azzal, hogy bizony a színeket állogatod. Azaz figyelj rá, hogy amire hivatkozunk, az azért jó lenne, hogyha ki is lenne tölteni. Scratchpad, ugorjunk, múlt részben meg volt adva, mi workspace? Na hát itt definiálod első körben a workspace-edet, tehát az asztaljaidat, munkaterületeidet. Itt kis ikonkákkal vannak beállogatva, nagyon szépek, de gyakorlatilag én azt mondom, hogy hagyni kell az első időben, hogyha változtatni akarsz rajta, akkor a későbbiek folyamán meg tudod tenni. Nagyon szép kis ikonokkal jelenik meg a bár, hogyha ikonokat állogatsz be. Az én asztali beállításom, majd rá fogok térni, amikor visszamegyek a saját X-monádomhoz. Nagyon izgalmatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elnevezést kapta. Már biztosan nem fogok belekeveredni az elnevezésekbe. Tehát a workspace-eket meg kell adni. Figyelj arra, hogy oké, amíg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meg akármilyen egyszerű workspace neveket, tehát asztal neveket adsz meg, utána azért jó lenne, hogyha átgondolnád, hogy minél egyszerűbb legyen neked megfelelő, mert előfordulhatnak, és vannak ilyen modulok, amelyeknél ezekre külön kell hivatkozni, ezeket csoportosítani kell, például monitor szintre csoportosítani, hogy ez ezen a monitoron ez jelenjen meg, azon a monitoron az jelenjen meg. Na hát ez a modul, amit én kiszedtem a saját konfigurációmba, már úgy belekeveredtem, hogy csak na és nem úgy működött, ahogy nekem tetszett. Na lényeg az, hogy oda kell figyelni, nem bonyolítjuk agyon a dolgokat, és utána természetesen léphetünk tovább. Arra figyeljetek, hogy én nem térek ki azokra a részekre, amit én nem használok, azaz a bárhoz tartozó egyéb dolgokra, azokat mindenki a saját bár típusának megfelelően fel kell oldani azoknak az értelmét, használatát. Na hát a következő rész a világ legjobb megoldása. Higgyétek el, hogy a világ egyik legjobb megoldása. Itt 1 millió lehetőség van a testre szabásra. Mi adjuk meg azt, hogy hogyan szeretnénk a ablakjainkat, asztaljainkat megjelenő, előreugró, elindított program ablakjainkat kezelni. Ez a veleje az X-monádnak. Azt is hozzá kell tenni a böcsületesség kedvéért. Jó sok munkával az én elképzeléseimet az X-monád jobban tudja követni. Figyelj arra, hogy a felugró, előugró, egyéb ablakok definiálása, beállítása hosszú idő. Arra figyelj, hogy a többi ablakkezelőnél talán alapértelmezettségbe jól megjelenő előugró ablakok, segédablakok, egyebek, legördülő menüszerűségek, egyebek, azok általában jól működnek, úgy működnek, ahogy kell. Itt előfordulhat, hogy ugyanezeket definiálnod kell. Azaz, vannak ilyen előre definiált dolgok, hogy center float, tehát középen lebegő. Van ilyen, hogy do float, azaz lebegő ablak, do ignore, tehát hagyd a francba, ezt ne piszkáld, ez jelenjen meg úgy, ahogy kell. Ez nem mindig úgy működik, ahogy te elképzeled, mert másképp gondolkodhat az X-monád, de maradjunk annyiba, hogy ez az a 3 előre definiált elrendezési mód, amivel te szabályozni tudsz egy előugró vagy egyéb ablakot, hogy hogyan jelenje meg, akármilyen ablakot tudod, akármilyen programot tudod így szabályozni. Azaz azt mondjuk, hogy az is dialog, ami dialógus ablak, az legyen szíves középen megjelenni, és lebegő legyen, azaz ne egy normál, a layoutnak megfelelő ablak legyen, azaz lebegjen az ablakunk. A másik, megmondjuk, ami full screen, azaz teljes ablakba szeretne elindulni, az legyen full screen float, tehát teljes lebegő ablak. Az, hogy vannak ezek az összefordított kacsacsörök plusz jellel elválasztva, az azt jelenti, hogy van egy A, meg van egy B parancsuk, gondolatunk, hogy hogyan kell elhelyezni, az elsőt elvégzi, és végezze el a másikat, egy és ilyennek fog megfelelni. Az ablakokat,
A múlt részben már megbeszéltük, hogy a titl névvel tudod valamelyikkel beazonosítani. Azaz, ő azt mondja, hogy ha olyan titl értékű ablak jelenik meg, aminek az a tulajdonsága, karaktersora, tudjátok, az X-Prop-pal lehet előkeresgélni, az a tulajdonsága értéke ennek a dolognak, hogy kalkurze, akkor az légy szíves azt lebegtetni. Lebegtetni olyan értékekkel, amikkel ő be van állítva, de ő megmondja, hogy az egy levegő ablak legyen. Nézzük meg, hogyha olyan a class name, hogy Elix Apparence, ez tudjátok a grafikus programoknak a kinézetét, témázását elősegítő kis eszközke, na hát akkor az középen lebegjen. Ha valaminek olyan a class name, hogy Pavo Control, az középen lebegjen. Ez miért van kihashtagelve, bocsánat, kikommentelve, itt a hashtag 2 minusz, de ezt már megbeszéltük lényeg. Miért van ez kikommentelve? Azért, mert a Pavo Control nevű akármit, aminek a class name Pavo Control, azt mi máshogy definiáltuk. Ott az elején emlékeztek, a Scratchpad megoldása definiáltuk, hogy oké, okay, ne középet, tehát ne dot center float megoldással legyen szélső előrakni, hanem pontosan abban a méretben, pontosan ott kezdődően, ahol mi szeretnénk, és pontosan ilyen legyen, hát látható, itt azért megadtuk neki, hogyha class name, Pavo Control, akkor saját magunk, és nem előre definiált floating megoldással szeretnénk őt látni. Oké, okay, ugorjunk, azaz meg tudod mondani az első körbe azt, hogy 3-4 verzió közül hogyan jelenjen meg teljes képernyő lebegés, ne is törődj vele, mert a kutyát nem érdekli, jó, tehát ignoráld ezt az ablakot, vagy középpen lebegjen. Ez nagyon kényelmes, hogyha olyan ablakod van, ami éppen megjelenik, és kisebb, nagyobb, rosszabb nem ott jelenik meg, akkor természetesen ezek közül válogatva ki tudod választani, hogy hát középen és lebegő módba jelenje meg. Ez általában jó, hogyha nem tudsz semmiképpen se előbbre jutni vele, akkor természetesen megpróbálhatod az ignorálást, azaz ne az ablakkezelő kezelje ezt. Ez nem mindig jön be, legalábbis nekem. És a lebegőt is be tudod állítani, vagy az egész képernyőn legyen a lebegése. Tehát be tudsz állítani programoknak különböző karakterisztikát, hogy hogyan jelenjenek meg. Oké, okay. Ez nagyon jó, de nem túl izgalmas, mert valljuk be, őszintén azért ez eléggé fapados lenne, ha csak így lehetne. Ha te le tudsz kérdezni egy programnak a 3-4 előre megadható tulajdonsága, típusa szerint jellemzően a class name-et, akkor azt a programot a rendszer azonosítja. Na hát utána te azt csinálsz vele, amit akarsz, ha ismered a rendszeredet. Mit mondunk neki? A Brave browsert, aminek a class name ilyen. Tehát igazából nem kell tudnunk, hogy mi az. Tehát aminek a class name ilyen, tehát a osztály ilyen, azt légy szíves 2 mínuszból és egy kacsacsőből csinált nyilacskával, do shift, told el a mi workpace nullása, tehát a nullás asztalunkon légy szíves ezt megjeleníteni, ha esik, ha fúj. Akármi van ott, te ide ezt oda fogod tenni, és azt mondja, hogy VF shift, tehát a nézetet is légy szíves oda túlni, azaz ugorjál rögtön a mi workpace nullásra, azaz arra az asztalra légy szíves odaugorni, és utána boldogan látjuk, hogyha elindítjuk a Brave böngészőnket, megjelenik az általunk meghatározott workpace-en, asztalon, a nulláson, majd utána, nem fogod észrevenni a különbséget, hogy utána történik, hiszen ez azt jelenti, hogy na, túld át a nullásra, ott jeleníts meg, és utána ugorj rögtön arra az asztalra, tehát itt ez az és kapcsolat, bizony, rögtön odaugrik, és rögtön látod, hozzáteszem, ez csak a felületet kapérgálja, majd az én beállításaim között nézegetünk olyanokat is, amik természetesen egy kicsit ennél bonyolultabb összetettebben. És az, hogy a VF shift, tehát ez a parancs rész az milyen, itt meghatározta, hogy a VF shift az azt jelentse, hogy oda
tolja arra az ablakra, arra a monitorra, oda tolja a nézetünket, azaz rögtön arra is ugorjunk. Azaz szépen összeszedett dolog. Gyakorlatilag meghatározhatod a kisebb, mellékesebb, de nagyon fontos ablakoknak, például a Megasyncnek, meg egyebeknek az, hogy lebegjen, középen lebegjen, egész ablakba lebegjen, akármibe lebegjen, illetve azt is meghatározhatod ebben a blokkban, természetesen, hogy melyik asztalon jelenjen meg, és azonnal oda szeretnél-e ugorni nézet szerint. Tehát, hogyha az egyes asztalon vagy, és elindítod a PC-mon FM-et, akkor ahogy láttátok, rögtön a hetes asztalra odaugrott, és nagyon-nagyon szépen, nagyon kényelmesen tudtuk használni, hiszen ott jelent meg az eszköz, jelen pillanatban a PC-mon FM. Ezt igazából a főbb, állandóan használt és kategorizálandó, elhelyezendő programokra érdemes megcsinálni, azaz nem kötelező minden programra megcsinálni. Miért nem kötelező minden programra megcsinálni? Természetesen azért, mert hogyha a hetes asztalon vagy, és elindítasz egy programot Naturba, akár ikonról, mert erre is van lehetőség, Polybarra, Tint2-esre mindenképp, vagy gyors billentyűvel, vagy akárhogy elindítasz egy programot, az nem fog valahol megjelenni a nagy semmibe, hogy ő eldönti, hogy hol jelenik meg, hanem azon az asztalon fog megjelenni, és általában, hogyha nincs meghatározva egyéb tulajdonság, akkor természetesen az alapbeállítás a monitorodon, az asztalodon látható layout beállítás szerint, annak az algoritmusa szerint fog megjelenni. Tehát nem kell nekiállni, kilistázni az összes több száz programot, amit te használsz, és megijedni, hogy mindegyiknek meg kell adni, de hogy azoknak kell megadni, aminek speciális értékeket szeretnél adni. Oké, a következő beállítás, itt a bar color színeket állogatja át. Ez nem az én dolgom, mindenki azt a bárt használja, amit akar. Event hook, azaz, hogyha te valami event hook nevű akármilyen modult hozol be, és oda az van írva, hogy be kell tenni a event hook sorba, mindjárt mutatom, a meghatározást, akkor természetesen azt meg kell tenni, de ez trükkös. Azért trükkös, mert sok esetben a leírás úgy írja, hogy a Handle Event Hook-ba kell beírni, tehát ebbe a sorba, de mi itt a végén, majd erre ki fogunk térni, hivatkoztunk rá, hogy a Handle, tehát az Event Hook kezelésnek a dolgait ebbe szeretnénk beleírogatni. Ez egy kicsit trükkös tud lenni, hiszen ők nem tudják a te fájlod felépítését, hogyan, mire, hogyan hivatkoztál, és egyértelműen oda kell figyelni, hogy szépen, nyugodtan, leírás szerint beírogast. Én azt a trükköt vettem föl, mivel hogy én is bele szoktam ebbe keveredni, meg szerintem mindenki a kezdők között, hogy ha ilyesmi van, hogy az event hookba vagy egyéb ilyen helyre be kell írni valamit, akkor arra a modulra rákeresek az interneten, és nézegetek egy-két konfigurációs fájlt. Na, a lényeg az, hogy itt bizony a server mód, event hookot, meg egyéb dolgokat szépen sorba a leírás szerint beírogatjuk ide, bemásolgatjuk, és természetesen hozzáteszük az ést. Tehát elmondjuk neki, hogy az események kezelése sok helyen le van írva, és bizony a ez az eseménymód, ez az eseménymód, ez az eseménymód, ez a parancsok összessége, ebbe van, és ebbe van, és ebbe van, és ebbe van, azaz szépen összefűzzük ezeket a dolgokat. Itt iszonyat precíznek kell lenni, mert egy-egy elütés, vagy a plusz jel kihagyása természetesen problémákat fog okozni, és nyilvánvalóan, hogyha hivatkoztunk már arra, hogy my event hook, akkor természetesen, ami ilyen módon van leírva, hogy mindjárt mutatom ám, mert nehogy hülyeséget mondjak, handle event hook, tehát az event hook kezelése, az ebbe a fájlba kerüljön bele, tehát előfordulhat, hogy az van odaírva, hogy handle
event hookba kell beírni, de itt már tudjuk, hogy mi arra hivatkoztunk, hogy ott legyen. Ez az esetek 90%-ában így működik. A többiben rá kell jönni, mit, hova kell írogatni. Azaz szépen sorba ezeket az esemény sorozatokat, esemény rendelkezéseket ide szépen beírogatjuk. A mi loghack, ez a rész, illetve ez a rész a bárokhoz tartozó rész, evel én nem szeretnék foglalkozni. Miért? Mert természetesen minden bárnál más. A következő rész szintén a D-busz, azaz ahhoz tartozó dolgok, hogy jól jelenjenek meg az asztalok, egyebek, STB, a bárokba, ezeknek a kezelésével nem foglalkoznánk, és utána van a diffú, az alapbeállítás. Az alapbeállításnál az alapbeállításokat bíráljuk felül, azaz meg tudsz adni rengeteg dolgot, a terminált. A terminálra hivatkozunk úgy, hogy terminál, a mi terminálunk, azt az elején megadtuk. Arra figyelj, ide is beírhatnád a terminálnak a nevét, tehát teljesen mindegy. Ha többször hivatkozol valamire, akkor már érdemes változóként megadni. Itt is látható az elején megadott egérkezelési dolgokra, itt hivatkozunk. Azért érdemes ezt a hármat előre kiemelni, illetve a többit is, ezeket, a szélességét a keretnek, illetve a mordmaszk beállítását és a színeket. Azért érdemes az elejére kiemelni, mert ez a blokk legvégén van, de mi ezt többször változtatjuk, azaz megnyitjuk a fájt, és akkor ott van az orrunk előtt, az import sorok után, és akkor gyorsan meg tudjuk változtatni. Ide is beírogathatnád a színeket, de elegánsabb, ha az elején találod meg, és praktikusabb, hogyha az elején találod meg. Oké, ezekre mindig figyelj, amire nagyon figyelj, ha a workpace megadod, hogy a My Workpace, tehát abban a sorban, amit nézegettünk, és ott mondtam, hogy én nekem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a Workpace nevek, akkor az pontosan az legyen, mert a változó hivatkozása egyezőnek kell lenni. Nyilvánvalóan használjunk beszélő neveket, mert ide lehetne ilyesmit is írni, hogy terminál egyenlő mi egy, és akkor mi egy. Nél adjuk meg a terminált nevet, de abból csak kavarc van, tehát a nevekre figyelj. A kulcsok, gyors billentyű kulcsok és a egérkezelés, egér gomb kezelés a végére van berakva, természetesen meg fogjuk nézni, meg kell nézni ezeket a sorokat, a mi layout, az az elejére be van írva, egy saját layout kezelést hajtottunk végre, ide is be lehetne irogatni azokat, de igazából látható, hogy azt az egész blokkot ide beleemelni, eléggé rondán néz neki, tehát egy kicsit ilyen átnézeti, ránézeti és praktikussági okok vannak, hogyha egy lejutott vagy egy kéz, a mi kulcs beállításainkat nem ide gyömöszöljük be és csinálunk akkora káoszt, átláthatatlanságot, hogy senki nem igazodik el, hanem kiemeljük különböző blokkokba, változókba a dolgokat, és az event hookot megbeszéltük, start, event hook, az az indítással kapcsolatos dolgok, természetesen. A mi case, tehát a kélyek, a billentyűknek a beállítása itt történik egy külön blokkba, megmondjuk neki, hogy a listát légy szíves figyelni, a mode mask, mode M, gondolatot megírtuk, hogy az egészet kelljen kérni, modemként hivatkozunk a módosító gombra. A felépítése rettentő egyszerű, erre nagyon figyeltek, most valóban nem akarok én senkire célozgatni, de ebbe iszonyatosan bele lehet keveredni, ha nem tudod, hogy mit csinálsz. Hogyan kezdődik egy blokk? Van a blokknak egy neve, a változónak a neve. Így fogja megtalálni az egész rendszer, hiszen megmondtuk neki, hogy a készeket, amik készben létszvesmán keresni, van egy beállítási rész. Ez igazából, amíg nem értesz hozzá, nem is kell hozzányúlni, és utána van egy csomó felsorolás, mindegyik ilyen felsorolás, mindegyik felsorolásnál oda kell figyelni a szintaktikára. Ez egy programozói nyelv, annak a hátránya, hogyha itt hát trehányul nyomkodod a gombokat, törőgetsz meg egyéb, balhé lesz. Arra nagyon figyelj, programozói nyelven állogatod be a
X monádodat, itt azért a szintaktikára, a pontos felépítése odafigyelünk. A mi case mindig az ilyen blokk egy ilyen szögletes zárójellel kezdődik. Majd adsz neki egy akármilyen sort, tehát a megfelelő sort, amit te szeretnél elhelyezni, azt megadod, majd a következő sor vesszővel kezdődik, tehát a tagokat vesszővel választod el, és döntsd el, hogy az elején vagy a végén szeretnéd a vesszőket látni, ez megoldható lenne úgy is, hogy van a zárójel, a sor, és ide teszed a vesszőt, akkor az elejére nem kell. Praktikussági okokból ide a végére kerüljön az összes felsorolásnál. Tehát van egy karakterisztikai sor, ami elmondja, hogy ő neki mi a neve, és különböző beállításokat teszünk, és egy zárójellel, ilyennel kezdődik. És minden tag a felsorolásból, hiszen from list, tehát listából vett, egy listát készítünk, és a lista elemeket akárhogy, de el kell választani, azaz a lista elemeket vesszővel választjuk el. Nem elég a komment sor, nem elég semmi egyéb, hanem egy vesszőnek ott kell lenni. A zárójelekre odafigyelsz. Nézd meg, a zárójelezés nagyon bonyolult tud lenni, de egy egyszerűbb sornál van a billentyű kombinációnak egy zárójelezése, az egy egybe tartozó tag, itt is egybe tartozó tag, majd utána van egy vessző, ami a parancsot válaszza el, és az egész tagot, az egész részt még egy zárójel összefogja. Tehát programozásnál, vagy legalábbis az X-monád beállításán nagyon fontos, hogy összefogdosd a dolgokat, úgy, ahogy neki kell. Azaz, hogyha én itt véletlenül kitörölnék egy zárójelet, gondja lenne, nem fordulna le. A vesszőt kihagyom, sírna. Milyen problémát követett el a kollega, akinek éppen ez a problémája volt? Itt vannak kikommentelt sorok. Nyilván ebből most mondok egy példát, kitörölte a kommenteket. Logikus teendőt végzett el, de nem ismerte a szintaktikát, és nem értett ehhez a dologhoz, és utána hibajelet kapott. Miért? Mert az egész blokk elindult úgy, a fejlét része megvan, és utána ment a program. Ó, hagyjuk, ide mindenfajta komment van, megindul a zárójel. Szuper, így kell lenni, megyünk, ó, de jó, a komment, és itt nincs ez a zárójel bezárva. Azért nagyon figyeljetek oda, főleg, hogyha másnak a konfigurációs állományát alakítod át, hogy előfordulhat, hogy a múltban ezzel kezdődött a parancs, ezzel kezdődött a blokk, aminek az elején ott volt a zárójel, de hát kikommentelte, és az első elé oda tette a nyitó zárójelet. Oké? Tehát erre nagyon-nagyon odafigyelj, hogy itt azért van kettő darab olyan zárójellel kezdődő, valamikor vélhetően első sor, ami csak simán ki lett kommentelve. Figyeljünk erre oda! Én azt a gondolatot tartom jónak, hogyha ezt a zárójelet oda fölhelyeznénk, és akkor az egész tag azzal kezdődne, és itt menet közben nem lennének zárójelek, de hát mivel ugye ez haladó dolog, a haladó embereknek ez nem jelent gondot, hogy a zárójeleket összepárosítsa, és odafigyelje. Na hát aztán szépen sorolgatja föl a kulcs, a billentyű kombináció, meg a parancsok, Focus Master, ezeket a parancsokat a leírásba el kell olvasni. Arra azért odafigyelj, bár őnek nem lesz különösebb problémája ezzel, de az SXHKD biztos, hogy nem fog örülni neki, hogyha a Mode N gombot itt használod, azaz az SXHKD terminológiája szerint a Super plusz M gombot használod akármire, akkor ő észreveszi, hogy bocsi, de ez a gomb valami, ez már hozzá van rendelve, hát ez így nem fog működni, aztán megkapunk egy hosszú hibajegyzéket. Azaz jó lenne, hogyha már egy kicsit odafigyelne az ember, hogy egy gomb kombináció, egy megoldás. A következő rész egyértelmű,
Veszővel kezdődik, nyilvánvalóan megszokott dolog, megvannak a jó sok zárójelek, megvan adva a mód, azaz a super, azaz a Windows gomb és Shift Mask, feloldottuk múltkor, és a T, ilyen hülye megoldással van, hogy XK aláhúzás T, de a leírásában bent van, hogy melyik karakterhez melyik kell, nyilvánvalóan a betűknél egyszerűbb, azaz küldjünk egy üzenetet neki, Shift Mask, küldjünk egy üzenetet, hogy jump to layout, és erre a layoutra légy szíves ugorni, és ki is van kommentelve, hogy oda ugorhat, azaz lehet ilyen kommentet is használni, meg a sor utánit is. A többi igazából nem túl izgalmatos, hanem egyetlen egy dologra szeretnék rámutatni, ezekre, ami nem A, B, C, 1-es, meg ilyen billentyű kombináció, billentyű lenyomással működik, azért a nevét nézd meg, már a magyar ékezetes, majd a saját konfigurációmban mutatok egy-két példát rá, elég furi leírással szabvány, de fura leírásokkal fog működni, utána a parancsok vannak, nyilvánvalóan a scratchpad-es parancsokat már ismerjük, a többi meg totál uncsi. És eljutunk oda, hogy megvan a blokk vége, zárójel, nyit, zárójel, zár, zárójel, nyit, zárójel, zár. A zárójelek szeretik a párosítást, azaz az egész blokkot le kell zárni. Egy darab ellentétes irányú zárójele se az első, se az utolsó nem maradhat el, és egy első, egy nyitó lehet, ahogy az előző kis történetbe, sztorizgatásba mutogattam, bizony maradjunk annyiba, hogy oda kell erre figyelni. Ha olyan a gondolatod, nyilvánvalóan a kikommentelt sorokat észre odafigyelve el lehet tüntetni, és ne hagyjál sok kikommentelt sort a sajátodba, azért, mert azok csak kavarcot okoznak, meg hosszabbá teszik a állományodat, és az nem kényelmes. Na hát itt van két plusz. A két plusz azt jelenti, hogy hát még hozzá kell akarunk ehhez az állományhoz, ehhez a gondolathoz tenni valamit. Ez egy, hát én úgy hívom, hogy zanzásított. Én a blogba ajánlottam egy leírást, ott nézzetek utána, hogy ez hogyan működik. Ez egy összevont parancs és billentyű kombináció dolog. Gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen csak annyit mond, hogy ez egy összevont parancs, azaz gyakorlatilag a 1-es és a 9-es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-es billentyű vonja össze egy blokkba, és azt olvastatja be, azaz ez a blokk szabályozza azt a dolgot, hogy a mód 1-9 közötti az odaugorjon a N, tehát megadott számú workspace-re, asztalra, és a mód, shift és az 1-es és 9-es közötti értékek lenyomása közül valamelyik, használtunk már ilyet, azt jelenti, hogy az ablakot mozdítsd át, helyezd át a megadott számú workspace-re. Gyakorlatilag ez olyan 2×9=18 sorba külön ki lehetne fejteni, de ilyen összevonásokkal, természetesen, rövidíteni is lehet. Nem szoktuk használni, természetesen lehet. A következőt, amit nem fogok tudni ezen a gépen bemutatni, mármint úgy, hogy virtuális gépbe fut, hiszen itt egy monitor van, ez azt magyarázza el, hogy hogyha én megnyomom a mód E, vagy W, vagy akármilyen gombot, a meghatározott gombot, akkor legyen szíves, az 1-es vagy 2-es monitorra, első vagy második monitorra áthelyezni az ablakomat. Tehát itt ez a monitorok közötti váltás, azaz érdemes kipróbálni a monitorok közötti váltást a mód VER-re, illetve mód Shift VER-re gombot. Nyilvánvalóan, ha egy monitorod van, nincsenek értelme, ha kettő monitorod van, a VE a váltási gomb, a két monitor közötti mozgatási gomb, az erre nem tudod, mert az a harmadikhoz van rendelve. Egyértelmű, és itt zanzásítod ezt a három darab parancsot, egy darab blokká az egészbe. Tehát ez eléggé kényelmes, de valljuk be, elég bonyolult első gondolatra. Itt pedig az egérrel való tevékenységeket tudod megadni, hasonló a felépítése, mint az előző
Ben a billentyű kombinációkba igazából nem kell hozzányúlni, itt a master, tehát a fő ablakokkal való variálást állította be Xeon CPU, hiszen számára feltehetően ezek voltak a fontosak. Ki kell próbálni mód, megnyomod a mód gombot, a Windows gombot és a 1-es, 2-es, 3-as gombot, és akkor rögtön kiderül, hogy mit csinál. Azaz, az egér beállítását, hogyha ez éppen neked nem tetszik, mert nem ezeket a funkciókat szeretnéd használni, itt tudod megtenni. És el is érkeztünk a végére. Alapdolgokat beszéltünk meg, és ez is majdnem egy óra volt. Azaz, vegyük komolyan, ez egy komoly, összetett rendszer. Akár a gyors billentyűzés, oda kell figyelni. Na hát természetesen, hogyha ilyesmiket lát, amik nagyon bonyolultnak látszanak, megbeszéltük múlt részben, hogy azért nem annyira bonyolultak, akkor arra kifejezetten oda kell figyelni. Arra is oda kell figyelni, hogy az ablakok kezelését azoknak, amiknek neked szükségesek, tehát a beállítása, mert az alap layout beállítást alap nyíljon meg azon a monitoron és azon az asztalon, amin vagy, című dolog nem tetszik, akkor itt meg tudod tenni, de arra is nagyon kell odafigyelni, hogy itt azért eléggé hisztis a rendszer arra, hogyha valamit rossz helyre, rossz módszerrel írsz, de mindegyik leírás, amit kapsz, ez egy manager docs, a dokkok menedzselésével kapcsolatos dolog, átállítom angolra, automatikusan lefordítja nekem, szépen leírja, hogy mit és hova kell írni, hogyan kell írni. Hát a legtöbb, ez nem mindegyik, a legtöbb természetesen még példákat is ad, és utána szépen kifejti a lehetőségeket. Én, ahogy mondtam, azt szoktam követni, hogyha egy új lehetőséget, új blokkot, új modult próbálok ki, elolvasom ezt a leírást, elkezdem vakarni a fejemet, hogy hát ez nagyon bonyolult és egyéb, és utána fogom a keresőt, és rákeresek erre a kulcsszóra, tehát a Xmonad Hooks Manager Docs, rákeresek, példákat találok, leírásokat találok, és abból következtetek le, azt elolvasva állítom be a saját rendszeremet, azaz itt ilyen intuitív ideírok, odaírok, biztos kitalálom a leírás nélkül, hogy mi hogyan működik, az nem fog működni. Itt nagyon oda kell figyelni, és precízen dolgozni, és mindig legyen legalább egy mentés a konfigurációs fájlról, hogy vissza tudj tenni, sokkal egyszerűbb visszatérni egy 5-10 sor változtatás után az előzőhöz, ami működött, mind megkeresni, hogy mit hova irogattál be, vagy esetleg hova tettél be egy space-t véletlenül. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, nagy tempóba átmentünk a blokkokon. Igazából azt szerettem volna bemutatni, hogy precízen, odafigyelve és egy kis olvasgatás után tudunk vele dolgozni. Nagyon precízen kell dolgozni, de nem egy agysebészet. Nem egy agysebészet a gyors billentyűk beállítása. Hát a egérgombok beállítása egy kicsit összetettebbnek tűnik, de második nekifutásra az is megy, azaz a layoutok sem egy ördöngőségek, beimportáljuk a layoutot, berakjuk oda, a leírásba ott szokott lenni, emlékeztek, az elején az egyik a harmonikásnak ott volt, hogy hát bizony oda be kell írni a függőleges oszlopok közé, vonalak közé, és esetleg még billentyű kombinációt is tudsz hozzárendelni, meg beállított, ha vannak paraméterei, a paramétereket, vagy hogyha esetleg mind ahogy a fülecskés megoldásnak mutattam, hogy az egy egész komoly és összetett beállítási blokkja is lehet. Szépészeti beállítás szerinti beállításokat is tudsz tenni, van amelyiknél nem. Tehát nyilvánvalóan, aminek egy kerete van, és zöld a kerete, annak nyilvánvalóan a border, a keret szín, illetve a fókuszált, nem fókuszált keretszín beállításon kívül nem nagyon van, illetve egy van a szélesség, aztán kalapkabát, ennyi. Azaz maga a rendszer összetett, de hogyha elemeire bontod, azaz nem egyik pillanatban layoutokkal variálsz, második pillanatban a gyors billentyűkkel variálsz, és utána másba ugrasz, hanem ilyen kis lépésenként, apró lépésenként fölépíted, megváltoztatod
azokat az értékeket, például a border szélességét, színét, vagy a gepszeket, tehát az ablakok közötti, tehát a határoló gepszeket, vagy az ablakok közötti távolságokat beállogatod egyesével, és minden változtatás után megnyomod a magyar árcson, bár az enyém is így van beállítva természetesen, a Mode Shift Esc-et, és újra fordítod, és nincs kiírás, egy terminálba kidobja a kiírás, hogy bocs, ezt nem tetszik, akkor utána lépsz tovább, és akkor nem lesz gond. És ha van mentésed, akkor bőven, jó szívvel nekiállhatsz bármit változtatni. Miért? Mert úgyis vissza tudsz térni az eredetihez, az eddig működött és jól működő rendszeredhez. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!